Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Oh, how they pound, raising the sound, or hill and hill, telling the tale. Give you the ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here, ding, merry, merry, merry Christmas. Ding, merry, merry, merry Christmas. Ding. Sound without end, dear joyful tone, to every home. Ding on the sound, tone without end, dear joyful tone, to every home. Ding on the sound, tone without end, dear joyful tone, to every home. Ding on the sound, tone without end, dear joyful tone, to every home. Békességig, nagy szeretettel köszöntök minden egybegyűltet ezen az advent negyedik vasárnapján. És jó látni, hogy itt vannak a férfiak, és nem a VB-n vannak most jelenleg. Reméljük, hogy nem csak testben, hanem lélekben is itt leszünk, és itt vagyunk együtt. Nagy öröm van a szívem, hogy itt lehetünk ezen a negyedik vasárnapon, ahol már volt több szó arról, hogy mi a hit, mi a remény és mi az öröm. És valójában, ami összefogja ezen a negyedik vasárnap, nem másról fog szólni, mint a szeretet. De mielőtt elkezdenénk ezt az ünnepi istentiszteletünket, egy verssel kezdeném és versen nyitnám meg, majd utána a pünkösdi gyülekezettől egy éneket fogadjanak szeretettel tőlünk, és a kiosztott lapok alapján, aki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna hozzánk, azt tegye meg. És ne féljen attól, hogy nincs jó hangja, nekem sincs, de az Isten előtt minden kedves szó, az valóban egy áldozat, amivel letettünk az Úr elé. Aranyosi Ervin, advent negyedik gyertya, negyedik is lángra lobban, kiviláglik tiszta fénye, ott ragyog a csillagokban, s éled az ember reménye. A szívünkbe béke lángja, hitünk ajtót nyit a jóra. Aki ránk néz, már is látja, elérkezett hát az óra. S bizonyul a szeretet él, ott gonosznak helye nincsen. Hol a jóság jövőt remél, ott megjelenik az Isten. Eljön a mennynek országa, tudom, itt lesz, lent a földön. Nyíljon ki szívünk virágja, aki remél, készülődjön. És ezzel meggyújtanánk a negyedik gyertyát, hogy az Isten szerinti szeretet az tükröződjön és mutasson utat nekünk itt ebben a szürkületben, de majd az élet nehézségei közepette is, hogy lássuk a kivezető utat, lássuk, hogy merre is kell menni a mi életünknek az Úrral. És akkor kezdenénk egy énekkel, és István lépjünk a gyertyát.
az ünnep, erről szól a karácsony, és erről szól mindaz, amit az Isten értünk tett. Engedjék meg, hogy Isten igéjét János apostol első levelének 4. fejezetéből olvassam, ahol Isten igé így szól. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Amen. Most úgy gondolom, karácsonykor ennél aktuálisabb üzenet nem is lehet, és nem is fogalmazhatnánk meg azt, hogy szeressük egymást, mert az Isten a szeretet. Vajon kiterjeszthetjük-e mindent ezt az életünk egészére, minden egyes napunkra, vagy csak el kell fogadnunk azt, hogy karácsonykor, a karácsony idéjében, ebbe az ide varázsolt talán kellemes hangulatba belefér az Isten szeretete, vagy valójában belefér a valóságos világba, amikor otthon a négy fal között vagyunk, amikor a munkahelyre indulunk és munkahelyen küzdünk, vagy otthon a magányba, a fájdalomba, a betegségbe, otthon ülünk és várjuk, hogy történjen valami. Akkor is belefér-e ez az Isten szerinti szeretet az életünkbe? Vagy csak ilyenkor decemberben, a négy vasárnap és a karácsonynak ünnepében? Szeressük egymást, mert az Isten szeretet, ahogy mondja az ige. De közben felmerülhet bennünk az, hogy az Isten szeretet, közben az emberek elválnak, közben az emberek háborúskodnak, közben a szeretetben nem éljük át annak a mélységét és valódiságát, amiről valójában prédikálunk. Hiszen lehet, hogy a legjobb barátunk becsapott, elhagyott a kedves, a kollégám visszajött a bizalmammal, az őszinteségemmel, a testvérem, aki a vér szerinti testvérem, lehet, hogy a legnagyobb nyomorúságomban elfordult tőlem, és nem segített számomra. Hol a szeretet, miközben a világban ropognak a fegyverek, amelynek nyomában a halál, járvány és talán éhínség szedi áldozatait. Hol van a szeretet, kérdezhetnénk. És ebben a világban bármilyen vágyakozó is gondolunk rá, még mindig talán ott van kérdésként. Valóban ez a szeretet? Hogyan bízhatok újra valakiben? Hogyan bízhatom rá az életemet, arra az Istenre, akiről azt mondják az emberek, ő a szeretet, és közben talán nem látom, nem hallom, nem érzékelem ennek a valóságát. Mi alapján adjunk esélyt a szeretetnek? És valóban létezik valahol ez a szeretet? Azt mondom örömmel és bátran, hogy a szeretet létezik. És ennek a jele nem más, hogy itt vagyunk. Élünk, lélegzünk és küzdünk. Valóban naponként. De azt lássuk meg, hogy az Isten életet adott számunkra. Életet adott benne nekünk is, mint a teremtettségben minden egyes élőlénynek. És mindez nem másból, mint az ő féltő, óvó, gondoskodó szeretetéből fakad. Ezért vagyok hálás ma Istennek, hogy ma itt állhatok, és itt lehetünk együtt közösségben, együtt hallhatjuk az evangéliumnak örömhírét, a karácsonynak örömét, amit az Isten igéje itt áll elénk, ahogy azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Ez a valódi igaz szeretet. Van-e valaki a családodban, a környezetedben, aki bármilyen áldozatot képes érted vállalni? És ha van, akkor ragaszkodj hozzá. Ragadd meg, és ne engedd el. De van olyan az életedben, aki talán az életét is áldozná érted. Az Isten elküldte az ő egyszülöttjét azért, hogy nekünk életünk lehessen. És ezért szép és örvendetes ünnep a karácsony. Mert arról beszél, hogy a legnagyobb szeretet az, hogy az Isten szeretete áradt ebbe a világba, amikor elküldte Jézust, hogy valóban nekünk lehetőséget biztosítson arra, hogy új életünk legyen. Hogy ne félelembe, ne rettegésbe éljük a hétköznapjainkat. És ez lenne valójában az ünnep. Ez lenne valójában az ünnepnek az üzenete. De ez így is van. Valóban erről szól az ünnepünk? Én úgy gondolom, hogy a világ egy hamis burkolatba akarja becsomagolni az ünnepet. Mert minket körülvesz a csillogás, a villogás, a pillanatnyi öröm, az élvezet, minden egyes formája.
és észre sem vesszük, hogy a világ szépen becsomagolja Jézus Krisztust egy szép dobozba, és berakja talán a fenyőfa legmélyebb zugába, hogy ott jó lesz, ott jó helyen van, mert nincs rá szükségünk. De közben az ünnep róla szól. Az ünnep Jézust emeli a középpontba. És nem azt, hogy neked félelemben kell élned. Nem azt, hogy anyagi terheket kell hordozod, mert jön az ünnep. Az Isten azt szeretné, hogy lásd meg, és halld meg őt. Halld meg ebben a nehéz világban, hogy vesd le végre a terheidet, a bűneidet, mert eljött közénk a világ megváltója. Ő nem terheket ró ránk, nem nehézségeket gördít az életedbe, hanem ő szeretné most az ünnepben is levenni mindazt, amit a világ rád terhel. Mert a karácsony, az ünnep, az valójában Jézusban elrejtett és megtalált szeretetről kellene, hogy szóljon. De tegyük a szívünkre a kezünket. Erről szól. Ezt sugározza a média. Ez megy az utcán, ez megy az emberek között is. Nem biztos. Ezért vizsgáljuk meg az életünket. Vizsgáljuk meg, hogy milyen úton járunk. És hogy kit is ünneplünk valójában a karácsonyban. Évente egyszer megemlékezünk erről az ünnepről. Aki Krisztusban örök életet nyert, aki hittel fordul hozzá, akinek ott van az élő reménysége, ott van az a felfakadó öröm, amit a szeretet körbeülel, annak éreznie kell, hogy a karácsony nem csak egy december. A karácsony az egy életforma. Krisztusban. Az Istennek fiában. Mert ebben a karácsonyban az Isten újra akarja kezdeni velünk mindazt, amit talán mi emberek elrontottuk. Hiszen beengedtük a bűnt az életünkbe. Pusztítjuk és romboljuk a világot. De az Isten kezet nyújt ma is nekünk. Kezet, hogy találj vissza hozzám. Hogy az ünnep ne a haszonszerzésről szóljon, hanem rólam, aki eljöttem érted. Mert az Isten nem akarja azt, hogy a hamisan becsomagolt ünnep kellős közepén ott legyél, a félelmedben, a magányodban, a betegségedben, és azt érezd, hogy egyedül vagy. Ő ott van veled. Csak szólíts meg. Mert ő tudja, hogy a most készülő karácsony is, mint minden karácsonyunk talán az elmúlt évtizedekben, a nehézségekről szól, a küzdelmekről szól, arról, hogy minél többet költs, arról, hogy minél jobban és díszesebben öltöztess fel a házadat. Miközben a szívünk, a lelkünk félig homályban, vagy talán félig sötétségben van. Ő fényt akar hozni neked, fényt az életedbe. És ne félj, hogy válság van, ne félj, hogy háború van. Mert valójában ez nem most kezdődött. Ez a válság már évtizedek óta tart. Ez a válság, amitől a világ szenved, ez nem most kezdődött. Ez a válság azóta van, amióta Krisztusban nem fogadtuk el az igaz szeretet hiányának válságát. Nem éreztük annak a mélységét, hogy van valaki, aki törődik velünk, aki gondoskodik rólunk. Mert az Istentől kapott szeretet nem másról szól, hogy megoldást adjon a világban számodra. Megoldást adjon a válságodra. Hiszen János apostol is erre szeretné felhívni a figyelmünket, hogy a szeretet az, hogy Jézus vállalt minket. Azonosult velünk. Magára vette a mi bűneinket, az istentelenségünk következményeit, az elrontott életünk minden terhét, miközben ő az életét adta mindannyiunkért. Ő meghalt, hogy mi éljünk. De ma hív téged, hogy gyere velem, gyere, és ne csak a jászolhoz, azon túl vezetlek. Azon túl vezetlek, hogy láss meg engem, ismerj meg engem, mert segíteni akarok rajtad. Mert tudja, hogy magadtól nem vagy képes változni. Magunktól emberileg nem tudnánk az élethelyzeteinket megoldani. A természetünk rabságából nem tudunk kilépni. Mert mindig a könnyebb utat választjuk. De ő neki akkor is kell lesz, amikor már mindenki rólad lemondott. Ő neki akkor is kell lesz, amikor mindenki elárult, és mindenki félredobott. Mert Jézus neve azt jelenti, hogy az Isten lehajol hozzád. Az Isten átölel téged, és beleírja a szíved mélységébe azt, hogy fiam vagy, ne félj, mert megváltottalak, és örökké szeretlek. Hisszük-e? Reméljük-e? Örömmel fogadjuk-e ezt? A karácsony üzenetében. Mert ez a szeretet ma is megbocsájtó, ez a szeretet ma is elfogadó, hosszantűrő, ahogyan Pál apostol is írja a korintusiakhoz írt levelében.
Mert azt írja, hogy ez a szeretet türelmes. Ez a szeretet jóságos, ez a szeretet nem irigykedik. Ez a szeretet nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Mert ez a szeretet nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát, és nem kérjed haragra, sőt nem lója fel a rosszat sem. Ez a szeretet nem ül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. Ez a szeretet soha el nem múlik, ahogy mondja Isten igéje. Ha Istennek ezt a szeretet ajándékát, amit Jézus Krisztusban adott, teljes szívvel elfogadjuk, ha őt Urunknak és megváltónknak a szívünkbe fogadjuk, akkor valójában egy nem várt csoda történik az életünkbe. Valóban megtapasztalod az Isten szeretetét. Ezért próbáljuk meg most itt a karácsony előkészületében az Istenre figyelni és fókuszálni, akiről valójában szól az ünnep. Nem a friss bejglinek illatától, nem a frissen kivágott fenyőtől, nem a csillogó, villogó fényektől, hanem az Isten fiáról szól. Lássuk meg Jézust, aki járt a betegek között, aki lehajolt és megölelte a leprásokat, magához hívta a megszállottakat és segített rajtuk. Járt a szegények és a gyászolók között és vigasztalást adott, az elrontott életű embereket visszavezette a helyes útra, és a bűnösök között is helyet talált. Leült közéjük, velük vacsorált. És miközben magát nem kimélve vigasztalt, gyógyított, bátorított, megszabadított és bűnbocsánat adott mindannyiunknak, és egyben ezáltal reményt ébresztett, és új életet ajándékozott nekünk, akik hiszünk ő benne. Mert az Isten szeretetét Krisztusban elfogadjuk, akkor valójában elkezdünk megváltozni, és más emberré leszünk. Biztos és erőt nyerünk arra, hogy szeressük egymást. Hiszen az igéből ebben indultam, hogy szeressük egymást. És ennek fényében kezdjék el szeretni az embertársainkat, változtassuk meg a társadalmunkat, változtassuk meg itt Csetét, hogy a Krisztusban nyert szeretet által jobbá váljon ez a hely, hogy a fájdalomtól vajudó világ békességre leljen. Krisztus szeretetében. Amen. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy ma itt állhatunk, és köszönjük, hogy megemlékezhetünk mindarról a jóról, amit elkészítettél számunkra. Köszönöm, hogy elküldted a te fiadat, elküldted a zúgolódó, fájdalmas, vajudó világba, hogy szeretet, békesség és öröm legyen általa. Ha Uram, betartanánk mindazt, ami a Szentírásban van, nem lenne ennyi fájdalom a világban, mert rád bíznánk az életünket. Kérünk téged, így segíts meg minket, hogy az ünnepben a Jézuskán túllássunk, és meglássuk a seregek urát, meglássuk a királyok királyát, meglássuk a mi Urunk Jézus Krisztust, aki az életünknek ura, aki életet adott számunkra. Köszönjük, Uram, hogy ma is szólsz hozzánk, és ma is megáldasz minket. Megáldasz a mi te békességeddel, és a te szereteteddel. Köszönjük, Uram, hogy az önfeláldozásban utat mutattál számunkra. Az önfeláldozás szeretetével szólsz ma is hozzánk, hogy tudjuk egymást szeretni. Azzal a krisztusi szeretettel, ahogy te lehajoltál hozzánk. Uram, így kérlek, áld meg mindazokat, akik ma itt vannak, áld meg Csetényt, áld meg a férfiakat, nőket, áld meg a gyermekeket, Uram, hogy valóban abban a szeretetben tudjunk tovább menni, és tudjuk építeni az Isten országát, tudjuk építeni társadalmunkat, hogy lássa meg a világ, hogy együtt, egy szívvel, egy lélekkel mindenre képesek vagyunk a Krisztusban. Amen. Mit tennél, mondd csak, mit tennél, a jár...
Isten szeretetével áldott, békés, örömteli karácsonyt kívánok mindenkinek, és egyben hirdetném, hogy december 25-én a Pünkösdi gyülekezetben ünnepi Isten tiszteletet tartunk, 10 órai kezdettel a Petőfi Sándor utca 57 alatt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és egyben szeretném hirdetni azt, hogy a Nyugállományi Klub tagjai egy kis szeretett vendégséggel készültek, talán egy kis teával, egy kis zsíros kenyérrel. Ne siessünk haza, hanem töltsünk együtt egy kis időt, beszélgessünk, és érezzük jó magunkat itt, most már a szeretet fényében is. Áldott ünnepet kívánok mindenkinek! Christmas is here, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.